Üdvözlök mindenkit! Mai nap ismét Tószegen a Patkó tavonás tégemen fogok horgászni. Azt terveztem, hogy elmegyek ma a Zagyvára pergetni, de hát ilyen egész napos esőt mondanak. Most kezdett el esni, ennél sokkal jobban is fog. Szakadó eső lesz a mai nap, úgyhogy nem igazán volt kedvem teljesen elázni. Ráadásul az agyva nemrég apadt le, úgyhogy a partféle is még tiszta sár, tehát amíg arra most ráesik valami, akkor szinte alig lehet megállni. Úgyhogy inkább kijöttem most tégre ide a az ernyő alá beülök, és akkor itt azért viszonylag biztonságban el lehet üldögélni az esőtől. És hát legutóbbi percen meg azért elég szépen fogtunk itt a vendégemmel, amúrt, pontyokat, nagykeszek, kárász, minden jött, úgyhogy szerintem inkább most ezt érdemesebb erőltetni, próbálni. Ráadásul gyönyörű tükörvíz van, nincs se hidegfront, se melegfronti hatás, nincs nagy szél, egyszerűen csak egy ilyen csepergő eső van, tehát ez tökéletes idő szerintem horgászatra, úgyhogy csalizom is fel az amúros szerkót, bár jöhet erre akár ponty is, persze simán. Legutóbb ez vált be, 7 szem kukorica, jó hosszú, erős fonazsinoros előként, a hajszál előke is igen becsületes hosszúságú. De az elmúlt napokban négy amúrt is tudtam fogni. Egyről nem készült felvétel, mert szintén vendégek voltak, akkor nem videóztam. Egy amúr, az valószínű, hogy az lehetett, az bement az akadóba, lákat nem sikerült megfogni, kettőt viszont meg tudtam fogni, és akkor is ez volt a szerelék, egy nagy méretű négyes horog, ilyen teflonos, jó éles a horog, tehát akkor 7 szem ananászos kukorica és egy ananászos gumikukoricával a végén kikönnyítve. Egy ilyen 40 cm-es, hosszú, bevonatos, nagyon erős fonazsinor előke, 120 g-os ólom, és hát itt az akadó, kagylóhé, meg minden miatt kell a létkor, majdnem egy méter hosszúságú, ilyen ólombetétes, vastag fonazsinor, és akkor 35-ös főzsinor, tehát ez vált be legutóbb. Szemközti nádashoz fogok húzni, és koncentrált etetést fogok majd a horog köré rakni. Annyi, hogy most egy kicsit etetek többet, és egy koncentrált etetés köré meg egy ilyen 1-2 négyzetméteren szórok még több anyagot majd. Úgyhogy akkor ez a szerkó, ez mehet is be, és akkor kezdődhet is a horgászat. Hát legutóbb a másik ilyen botomat, ezt a kis behúzós, kis bojlis botomat eltörtem, de voltam bent a horgászboltba Szolnokon, ahova járok, a Pozsonyi úti Redfish horgászboltba, bevittem a számlát is, pedig nem is ott vettem a botot, interneten rendeltem, és hát úgy néz ki, hogy tudnak segíteni, és visszaküldik a gyártóhoz, és kicserélik a felső tagot, úgymond ingyen, hiszen ez volt az első alkalom, hogy horgáztam vele, és már is eltört, úgyhogy úgy néz ki, hogy talán megúszom a dolgot. Lehet látni, hogy a előkészített kukorica, az be van egy kicsit aromásítva, kicsit ilyen narancssárgás létyó folyik le róla. Ilyen édes kukoricás, kulkárpos aromát tettem hozzá, legutóbb is ez bevált. És most egy két napi ázik benne. Úgyhogy nagyon jó édes illata van, de mégse annyira ilyen hivalkodó ez a kukoricás aroma. És egy kicsit ugye ez foszforeszkál is a vízbe, tehát még jobban felhívja magára a figyelmet az etetés. Akkor indulhat is a behúzás, még mielőtt bemegyek a szemközti oldalra. Itt ezt a bóját, ezt a baloldali bójámat megetetem, és most ezt fogom meghorgászni majd egy kis féderbottal. A legutóbbi vendéghorgászom gyönyörű pontyokat fogott innen, hát ezeket a 2-3 kilósokat. Úgyhogy ezt próbálkozom majd én is most követni. Nem szórok rá sokat. Csak ide így közvetlenül a bója elé. Tigrismagyaróból is pár szemet. Úgyis a bojlit is folyamatosan szórom, hogy megismerjék a halak ezt az ízvilágot, illetve magát a káját. Hát, ha sikerülne tóban élő nagyobb pontyokból is csípni párat. Előbb-utóbb csak összejön egy nagy ponty is. Okay. Hát itt is először is a
kicsit így a környékét megszúrom annak a helynek, ahova koncentrálva akarok etetni. Hát, ha így jobban itt megállnak a nagyobb területen a halak szeregetni, és akkor rátalál majd az etetésemre, és ott a csalira is egyúttal. Itt is pár szem bojlit szórok be. Így. Hát így sokkal könnyebb most, hogy nincs orkánszél. Igen, ritka itt. Ráfordítom a csónakot. És akkor ide a nád elé. Egy méterrel. Mehet rá a kaja. Jó. Hajrá. Gyertek a múrok pontyok. Húzzátok. Akkor behúzós szerkó kész, ez meg is van, és akkor a másikkal ugye egy metódféderes, ilyen lapos etetőkosaras módszerrel fogok próbálkozni. A legutóbbi pecán ez az ananászos kaja adta a legjobban a halakat. Ilyen kulkárpos, ananászos metód etető keverék, és ugyanennek a gyártónak az ananászos CSL locsolóját tettem még hozzá az etetőanyaghoz. Ez a kettő, ami nagyon jól működött. Próbáltunk többfajta etetőanyagot is, de ez volt az, ami a legjobban adta a pontyokat. És vannak itt különböző méretű, típusú ananászos pelletek, ilyen kis wafters pelletek, egészen ilyen kis dumbbell formájútól. Egyébként ez volt a legjobb legutóbb, ez adta a halakat. Ilyen nagyobb méretű és közepes méretűeket. Ez mind ananászos, egybe rakva, meglátjuk, hogy melyik lesz ma a legjobb. És szintén ananászos, ilyen sprével, fluor sprével fújtuk még le a kosárban lévő kaját, de majd mindjárt akkor ezt gyakorlatban is megmutatom, csak bekeverem a kaját. Hát lehet, hogy ezt a horgot le kell cserélnem, túl nagy lesz, majd meglátjuk, hogy muzsikál. Pont jól össze is áll, és akkor jöhet a fújó, és akkor egy ilyen 3-4 puffot fújtunk le legutóbb is. 4. És akkor csak úgy orra be a bója elé az etetésre. Nagyon könnyű pec, ha így csónakkal meg lehet etetni pontosan bója előtti részt, és nem kell dobnom 15 méternél többet. Ráadásul tökéletes szélcsend van, gyönyörűen lehet majd látni a kapást. Hopp, az első szebb kapás. Hát nem lett meg a franc egy olyan. Hopp, itt a kapás. Elhúzta a kukoricát. Na, megyek is rá, mert jó halnak tűnik. Na, közeledek a halhoz, itt is vagyok. Le is állítom a csónakot, a csónakmotort. És akkor itt vagyunk. Nagyon mekkora lesz. Szerintem egy kisebb pont. Nem, egy amúr. Szép. Hát úgy látom, hogy most már mondhatom, hogy ez a szokásos 5 kilós amúr, ami egész szépen lehet fogni minden perc alatt, egyet-egyet sikerül elcsípni.
Hát sajnos a kapást nem tudtam fölvenni, mert mire bekapcsoltam a GoPro-t, addigra megállt a futás. Ugye a másik kamera az meg még bent van, most ott a bója mellett víz alatti felvételeket készítek. Nagyon szép húzós kapással jött, hú, de gyönyörűen megindult. Megint a csónak alá, én nem tudom, hogy ez, hogy hát egy éve megy át alatta. És megvan. Volt egy kis trükk a megszálkulásába, de csak összejött. Hú, szép. Egy újabb gyönyörű tószegi amúr. Szerelés kint van, szárból. De okozzunk neki további férüléseket, ugye? Szuper. 6 kg 20 deka, tehát ha másfél kilót levonok a mérlegelőnek a súlyát, akkor az azt mondja, hogy 5-20-ból ugye 50 deka, az 4 kg 70-es. Tehát majd 5 kilós azért. A gyönyörű amúr is. Szuper. Nagyszerű hal. Szépen el is úszik. Viszlát. Akkor a gumakukoricát azt leszoktam cserélni. Visszarakom a használtat, és akkor egy újat veszek ki az aromából. Akkor jöhet a kukoricafüzér, hét szem, nem kell elaprózni, imádják, úgy látszik. A csónakban már itt van bekészítve az etetésre szánt mag, tigris magyaró van benne, ilyen, hát már majdnem erjesztett kukorica igazából, bojli, és akkor az az egész lehet látni, hogy ilyen narancssárgás cuszban van benne, ugye ez az édes kukoricás túlkárpos aromával van megspékelve, ez úgy látszik, hogy ez beválik. Akkor hajrá! Indulás be! Akkor Szerkó megy le. Rá a kukorica, lehet is látni, hogy az aroma milyen jó kis felhőt képez. Indulhatunk vissza. Beköszönt valami a féderre? Úgy látom, igen. Meg is van. Kisebb keszeg vagy kárász lesz. És szerintem ez lesz a mostani kis rövid pecának az utolsó hala. Szóval 8 óra környékén kezdtem a horgászatot, most ilyen délután fél kettő-kettő van, és valamiért nem működött úgy ez a metóros horgászat. Nem sikerült fognom csak kárászokat, abból is csak kettőt, meg csak egy őrült mennyiség se jött. Viszont az az amúr az nagyon szép volt, és így ezzel most már szinte biztos, hogy nagyon jól lehet őket fogni, és megvan a módszer, amivel hát most már szinte minden horgászaton el tudok csípni egyet-kettőt, úgyhogy ez is most már stabilan működik, és remélem, hogy egyre nagyobb lesz majd a méret is, ahogy melegszik a víz. És hogy ezzel most... Viszlát! Láttam, hogy most vagy én húztam el a behúzós pecát, vagy kapásom van. Persze, hogy megint össze-vissza van minden, a káosz. Na minden, innyel meglátjuk, van a rajta hal.
akkor megjött a második hal is. Pont etettem már, hogy készülődök haza, egyszer csak hallom, hogy húzza. Gondoltam, hát én szedtem össze a zsinort, de nem. Ez kapás. Becsületes méretű csalit vett föl azért. 7 szem kukorica volt fűzve a hajszerelőkére, 4-es foroggal. Kezdenek hétvágyuknál lenni. Ez az a szokásos 2-3 kiló közötti, szinte mostani telepítés. Csak a vadú védekezik. És meg is van. Szuper. Hát a mai horgászat rövid. Nappali horgászat utolsó hala, az biztos. Szép pikkelyes pocska innen túlszegről, úgyhogy mehet is vissza. Csak úgy kéne visszaengedni, hogy ne boruljak itt be. A viszontlátásra. El is húzott. Szuper. Hát akkor itt vége is a videónak. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!